Ouch! Whoa! Július 26. A disznó köztársaság megbukik. Acélagyartábornok magához ragadja a hatalmat. A nép kitörő örömmel veszi tudomásul az eseményeket. Az augusztus 1-én tartott ünnepélyes beszédében a következő szavakat intézi népe felé. Mert vannak olyan népek, kikinek több répájuk van, földjeik nagyobbak, termékenyebbek a miénknél. Milyen jogon? Kérdem én. Vagy nekünk nem lehetnek répaföldjeink, kukoricadábláim? Ha most nem jutunk termékeny, jó minőségű földekhez, generációk fogják megtudni, mi is az az éhénység. Munkások milliói keményen dolgoznak gyárainkban, hogy meglegyen a napi betevőjük. Hogy számolnék el saját lelkiismeretemmel, ha nem segítenék nekik harcukban, a kizsákmányoló köztársaságnak mindörökre vége. Egy új világ kapujában állunk. Katona, az ön feladata, mint acélagyar tábornok legkedvesebb unokafivérének, egy kisebb csapattal fedezni a főbb hadamozdulatokat az offenzíva zavartalan lebonyolítása végett. A tábornok nem szeretne csalódni önben. Ha érti, mire gondolok. Kapjátok el azt a kis szörcsimbókat! Látok, örülni fognak a képeknek! Nem kéne egy kis fát rakni a tűzre? De, igen! De jó meleg lesz itt mindjárt! Parancsnok, mit csinálnak ezek a nyulak? Hogy mi? Még most is
viccelődnek velünk? Ruhát szárítanak a helyet, hogy harcolnának? Majd adok én nekik. Tűnünk! Tűz! Augusztus 3-án a Disznó Nemzeti Hadsereg acélagyartábornok parancsára minden figyelmeztetés nélkül átlépi a határt, és mélyen benyomulva Répaföld területére, alig 2 hét leforgása alatt szinte az egész országot a földdel teszi egyenlővé. A főváros blokád alatt áll. A hihetetlen nyomás következtében a hadsereg a tizedére zsugorodik. A városok és falvak elnéptelenednek. Hiába az elszánt védekezés, a kislétszámú hadsereg képtelen feltartani a tömérdek disznót. A kormány és a vezérkar kétségbeesésében a következő döntést hozza. Mivel acélagyar hadigépezetét képtelenség frontális ütközetben leküzdeni, ezért Cselhez kell folyamodni. A maradék tartalék erőből létre kell hozni egy olyan ütőképes csapatot, amely képes nagyobb veszteségek nélkül az ellenség hátába kerülni, úgy, hogy azt minden lehetséges utánpótlásától, hadipari létesítményétől megfossza. Már csak egy fiatal, tehetséges tisztet kell találni, aki képes ezt a tervet végrehajtani. Tudod, melyik a jó nyú? Hát az, amelyik a lánctalpot helyettesíti a tankot! Mi a... Jó reggelt! Neked is. Kicsit körülnézek. Elkapunk te kis büdös szőrös lábú! Jól, jól! Na még egy kicsit! Mindjárt letoljuk ezeket a kis köszönöket a szállé! Végre befellegzett a nyulaknak. Ja, soha sem szerettem a szőrös képüket. Ja. Közlek, hol látta maga azokat a nyulakat? Hát itt a falban. Na persze, ha még egyszer ilyen hülye helyzetbe hoz. Én kivégeztetem magát! Nyakvány kis rémadogánk! Eljön még a nap, amikor visszajönnek, és elkapostak benneteket, mint valami férget! Vagy ne legyen a nevem! Aci agyar!
Figyelek! Várom a parancsot. Elkészültem. Ellenség a láthatáron! Na, az a hely pont nekem való. Megyek és megnézem, mi van ott. A parancsot végrehajtom. Nem kell ide ásó. Szétlapítom. Hatások a láthatáron! Csak nem disznókat látok. Gyertek ide, büdös szájba! Yeah, disznótor! Támadás alatt vagyunk! Kihúzzam a foggal! Nézd, micsoda játékszerek! Csak nem a nyulak vezetik! Szeretem! Ezek a nyulak jól égnek. De legalább nem fásztál. Kezd kisáradni a tartály. Ilyen ócskalassal képtelenség harcolni! Kezdődjék a vackanvadászat! Figyelem! Bunkere! Gyerünk! Kapjuk el a disznókat! Mantázért hol vagyok? Vizet! Vizet! Megadjuk magunkat, csak adjatok egy kis vizet!